száj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémlelre pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakül nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakül a világban, nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. Lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer hangja támad. Sűvít, sikol, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Itthon maradok én. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de én itthon maradok. Kedves nézőink! A következő percekben összefoglalást tekintetek meg a mai nap eseményéről. Országszerte megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom bűnsége előtt tisztelőre. Áprilisában véget ért a II. Világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá az a újjáépítéséhez. Az ország szabadságra, az emberek boldog és nyugodt életre vágytak. Az ország elpusztított ideig a helyreállítása gyors ütemben folyik. Az újjáépítés munkálataiból a honvédség is kiveszi a részét. Munkájuk eredményeként Tiszadok, Szentes és Ágyőtönkületek titkjai nem sokára újra beállíthatók az ország vérkeringésébe. Megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket.
A falusi emberektől elvették a festményeiket, állataikat. A városi munkásoknak igen nehéz volt a megélhetésük. Az értelmiség nem mondhatott igazat. Aki az igazságtalan rendszer ellen szót emelt, azt megfélemlítették, vagy elvették a szabadságát, börtönbe csukták. Hogy zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Nem csak a vallatószobában, nem csak az éjszakában kiáltó őrszobában. Nem csak a lobogó vádbeszédben, beismerésben. Nem csak a bíró bűnös ítéletében, bűnös. Nem csak a besugdogott hülyekben. Hogy zsarnokság van, nem csak a talpra átlan hasonló éjjelekben, orrákban, énekekben, nem csak az eredetlen, tapsoló tenyerekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van az óvodában, az apai tanácsban, az anya mosolyában, az ott van a búcsúcsóban, a hirtelen puhában szorított kézfogásban, tányérban és puhában, az ott van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban. A képzeletedben, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szívöngenésben. És mert minden célban ott van a holnapokban, gondolatokban, minden mozdulatokban. Ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben fog rád. Beivódik, evődik, belődik. Eszmélnél, néznél, de csak azt látod, amit ő elég látod. S nem érzed már, mi élni, mi szeretni, kívánni, karot kitálni. Hol zsarnokság van, mindenki szem a lányban, magad is zsarnokság vagy. Mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, korod is neki szolgál. Megállítottam a felvételt. Ma egész nap erről beszéltek az iskolában. Nem értettem, hogy nem is nagyon figyeltem. Olyan régen történt. Aznap, amikor kitört a forradalom, elhatároztam, hogy naplót írok. Szerettem volna mindent feljegyezni, amit átéltem. Már több éve, hogy utoljára elővettem a naplómat, de most eszembe jutott, és megkerestem a könyveim között. Mesélj nekünk inkább, nagypapa. Tisztán emlékszem, mintha csak tegnap történt volna. 23-án a nap rendesen kezdődött. Folyt a megszokott mindennapi élet. Mint hosszú copfos barna lány, jó édes anyám, faggattam én. Leszek-e boldog, leszek-e szép, s ő felelt könnyedén. Légy szerény, mint én, légy elégedett szívem, a jövőt nem sejthetem. 23-án nap rendesen kezdődött, folyt a megszokott mindennapi élet. Délelőtt leckét írtam. Utána 2-től 3-ig orosz tanfolyamon voltam. Utána Mikivel egy Dohány utcai trafikban rágógumit akartunk venni, de nem lehetett kapni. Az iskolában az első óra, ami értelen rendesen telt. Orosz órán 5-ösre feleltem. A 3. órára a tanárnő késve érkezett. Vonják felelősségre Rákosit. Általános, egyenlő titkos választásokat több választ.
iskolákat. Hihetetlen, hogy 60 évvel ezelőtt ennyi minden másképp volt. Orosz tanultatok, és délután is jártatok iskolába, és nem lehetett a bármikor rágódni. Bizony, és egy másik ország a Szovjetunió irányítása alatt szenvedett a magyar nép. Folytathatom a felolvasást? Igen, kezd érekelni történni. Az óra végén kinéztünk az ablakon, és láttuk, hogy a Szabad Név székházától csak nem a mi házunkig, az egész utca szélességét elfoglalva áll a tömeg. Az utolsó két óra már nem telt rendesen. Mindenki erről beszélt, és nem nagyon figyelt a tanításra. Szünetben az alkotmánytan könyveinkből kitéptük a címereket, és a táblára óriási Kossuth címet rajzoltunk. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Amit mi átéltünk, emberek, amit nem érted, aki nem érte meg. Amire ma sincs szó, s tán az nem is lehet más, csak zene, zene, zene. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felé, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk. Soha már, ahogy akkor együtt voltunk. Hát legyen úgy, és sok ember hallgatja. Sokszor elhangzik az éjjel felkiáltás. Tavasz után itt az őszöd felett harcol, minden ősöd az elnyomott agyból. Így lesznek a hősöd, élőnek súg, titkot a hold. Nem kell gerő! Úgy van! Úgy van! Lárosinak kötelez! Úgy van! Úgy van! Vanyi még a kormányba! Úgy van! Úgy van! Függetlenség, szabadság! Ez a magyar kívánság! Függetlenség, szabadság! Ez a magyar kívánság! A 23. felkelés a kormányhoz és bérhatáshoz adott. Vegyveres harckezdővel a Budapesten. Az AVH emberei könyvfakasztó bombákat dobtak a tüntetők közé. Hallod, nőre? Nem sokára úgy hallottam, mintha valami leesett volna. Az AVH-sok a tüntetők közé lőttek. Sok ember elesett, többször elhangzott a gyilkosok kiáltás. A tüntetők pedig betöltek a laknyába, és a szerzett fegyverrel viszonozták az AVH-sok lövését. Csak hamar hatalmas tűzharc keletkezett. Egész éjszaka folyt a harc. Fire.
Reggel géppuska ropogásra ébredtem. Rongya széle, csak azt tudták, s nincsen más kiút. Csak összegyűlni, kormik közben, s lenni nagy fiú. Isten szerel rajtuk épp megállt. Fegyvert fogtam, kezdeni a bát. Rátámadtak kormik közre tankok, fegyverek. Úgy súgta a szomszéd fiú, más ne hallja meg. Rájuk támadt az egész világ. Délután anyukám nővérei, Jucika és Rózsika jöttek át hozzánk. Jucika nemzeti szín feketével átkötött kokárdát tűzött a kabátjára. Anyukám nekem is csinált ilyen kokárdát. Lehet-e, hogy nem áll az óra, és hogy rabságunk ideje lejárt? Csodálkozva nézzük karunkon, az elkaptam bilincs genyesen már. Mi eddig nyűként hangzott a szabadság, most nem mint szólam, közöttünk lebeg. Sorsunkat a kezünkbe veszük, és zsarnokaink tűnjenek. Az én szavam hősöket még sose dicsérhetett. Köszöntelek, szabadsághősök! Világos után 107 évre harcotok végre győzött. Rabtábor volt az egész ország. Határait jól őrizték. Bentiprodott kétféle szerzett, hajszolt munkás és hajtókügyvéd. Emberevő báván előtt kellett hozmani mondatot imánk, s zengünk kellett, de szép, de jó, míg elhagyták a kenyerünk, s míg megnézték a dolgot. A könyv már foszli, visszanézve az ember csodálkozni kezd. Szalamandrák vagy mik vagyunk, mi a 10 évig kibírtuk ezt? Később kimentünk a körútra, mert már nem volt akkor a lövöldözés. Mintha megváltozott volna a világ, nincs olyan ház, amelyik ne kapott volna lövést. Az utcán téglák, felszedett kövek heveltek. A Rákóczi téren össze-vissza tört villamos volt, továbbá egy kiégett autó, felfordított roncsa. A szabad nép összes könyvét elégették. Valami kopásodásra lettünk figyelmesek. Ahogy közeled mentünk, láttuk, hogy a Sztálin szobrot hatalmas kőtörő kalapáccsal verik szét. A szabad nép és a gond tetejéről leszették a vörös csillagot. Beszélték, hogy Nagy Imrét megválasztották miniszterelnökké. Ó, te álma, egy szörnyű látomás, most is érzem, századszor élem át. Nem értem miért, tényleg nem értem, miért nem lépem át. Hogy megtörtént a törvények magyar demokratikus
és nem szólalt meg újra. Megszakadt az összekötetés. Később apukám kifogott valami külföldi rádióállomást, amely bemondta, hogy a szovjetek letartóztatták Nagy Imrét, és elfoglalták a parlamentet. A szovjet tankok túlverejével szemben a Báthori Ifjúság és a forradalmárok elbuktak. Az 1956-os októberi forradalmat vérbefojtották. A magyar szabadságharc összeomlott. Novemberben itt esküdtek, gyaláztak törvényt, tiboltak jogot. Novemberben vörössel, vérrel a mágyarogatot. Novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, börtön kacagott. Novemberben a homlokunkra égettek csillagot. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyen köszönték az elesetteket. Novemberben csend van. Temető, felfa, virág és kereszt. Novemberben az álmodó rög itt tart és nem eresz. A városban, a középületek előtt az utcákon végig orosz tankok sorakoznak. Napok óta nem engedik be a Budapestre érkező vörös keresztes szállítmányokat. És Pesten 30 ezer sebesült ellátásáról kell gondoskodni. A város siralmas képet nyújtott. Mindenhol pusztítás nyomai látszottak. Itthon mindenki ideges. Édesapám nagyon kedvetlen. Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja! Lobogó hitünket kilábati borja! Az idegen fegyvert ölésünkre hozta! Túl szép államhoz függetlennek lenni. Kapunk helyet olyan terror, amilyen még nem volt. Az emberek felhez fognak menekülni az országból. Anyunak Fekete Rózsi néni mondta, hogy az ő fia is kimegy nyugodva az apjához. Az üzem teherautójával mentek ki a határ közeleig. Onnan jó darabig hason csúszva kellett menniük, mert fényszóróztak. Mikor elérték a határt, rohanni kezdtek, míg megláttak egy házat, amelybe betértek, ezt a házat direkt a magyar menekülteknek tartották fenn. Thank you.
Nem kérdés számodra, hol volt, vagy hol van a hazád.